Szinte hangtalanul érkezik a Szekszárdi Béla király térre az egyik most beszerzett jármű. Tolatáskor is csak a sipoló kürtöt hallani, a kis autó motorja majdnem néma. Ezt a járművet a Megyeújú Város polgármesteri hivatalának zöld brigádja használhatja. A teljesen elektromos hang nélküli kocsinak a platójára vizes tartály, szivattyú és több 10 méter locsolóslag került. A legfontosabb előnye, hogy környezetkímélő, sokkal halkabb, mint a korábban használt dízelmotoros kis teherautó, és kisebb is annál. Kompakt, tehát azért vannak olyan helyek, ahol eddig, hogyha ez a tartály a szivattyúval nincs a platón, akkor azért olyan helyek megközelíthetők, ahonnét például a lomgyűjtésnél szinte kukába vagy ponyvára kellett gyűjteni, mert teherautó nem tudott bemenni, pont az miatt, hogy a szélessége miatt nem tudta megközelíteni. Én azt gondolom, hogy ilyen tekintetben ez mindenképpen hasznos lesz. A másik elektromos járművet a polgármesteri hivatal gondnoksága használhatja. Ők kisebb beszerzéseket, valamint személy- és áruszállítást végeznek, ezért olyan autóra volt szükségük, aminek az utastere jól variálható. Ötüléses alapvetően, de a hátsó ülés sor az összehajtható, sőt bontva is összehajtható, tehát 3-4 és 5 személyes üzemmódban használható, illetve 2 személyesben is, és így nagyobb térfogatú, mondjuk bútoroknak a szállítása is, akár átmozgatása, akár beszerzéskori szállítása az megoldható. A két teljesen elektromos környezetkímélő járművet az Innovációs és Technológiai Minisztérium egy pályázatán nyerte az önkormányzat. Az értékük összesen 30 millió forint, amit teljes egészében az állam fizetett. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok, akinek a feladat körében szerepel az is, hogy Szekszárd klímavédelmi céljain dolgozzon, azt mondja, ezzel a beszerzéssel a Megyeújú Város egy újabb fontos lépést tett a környezetvédelme érdekében. Azt gondolom, hogy Szekszárd ebben a zöld szemlélet formálásban, meg ebben a zöld történetben mindig is jól állt. További fontos lépés lesz a környezetvédelem tekintetében, hogy hamarosan üzembe áll az a kút, amiből a locsolásra beszerzett autótartályát töltik majd fel, így akkortól már nem ivóvizet használnak majd Szekszárdon erre a célra.